Javítani az elrontott dolgot a legnehezebb, de mégis a legfontosabb feladat. Sziasztok, Szabó Norbert vagyok. Ez itt a Napfényes Gyógyközpont YouTube csatornája. Ebben a videóban folytatjuk és befejezzük azt a témánkat, hogy hogyan segít a művészi gondolkozás a céljaid elérésében. A hatodik és a hetedik témával fogunk foglalkozni, ami nem más, mint az, hogy képesnek kell lenni fogadni a kritikát, és az utolsó pedig képesnek kell lenni javítani. A kritikát fogadni nem valami könnyű, de hát ilyen a világ. Mindenki meg akarja mondani a véleményét, mindig van valaki, aki sokkal jobban tudja, hogy hogy kellett volna ezt a lakást felújítani, hogy kellett volna azt az ételt megfőzni, hogy puha legyen, és a többi, és a többi. És ez mindig rosszul esik. De nem kell, hogy mindig rosszul essen. Az első feladatod az, hogy ki kell választanod azokat a személyeket, akiktől képes vagy elfogadni a kritikát, hogyha negatívat mondanak. Nem mindenkitől tudod elfogadni a kritikát, és ez is biztos, hogy nem mindenkinek fog tetszeni az, amit csinálsz. Azért, mert túl sok ember él ezen a földön. Egy busmannak nem biztos, hogy fog tetszeni az az étel, amit főzöl, vagy ő a lakásodat egészen máshogy rendezte volna be. Így hát, ha mindig arra mégy, hogy mindenkinek szeretnék tetszeni, az mindig egy vesztes játszma. És ezt el kell tudnod fogadni, hogy nem fogsz mindenkinek tetszeni. Nem lehet az, hogy egy festmény mindenkinek tetszen, de általában itt hibákba is bele lehet esni, például az, hogy senki nem látja jól az én képemet, senkinek nem tetszik, de én akkor is azt mondom, hogy jó, vagy pedig az első kritikára is azt mondom, hogy tehetségtelen és nagyon rossz vagyok. Erre a kettőre kell figyelni, amikor a kritikát fogadod. A kritika fogadása mögött egy önbizalom téma áll, hogy hogyan értékelem magam. Ha én úgy festettem a képet, hogy beleraktam apait, anyait, lefestettem olyan jóra, amilyenre csak szerettem volna, és még örülök is neki, akkor nem kell félnem a kritikától. Valakinek úgy is lesz olyan, hogy nem tetszik, valakinek meg igen. De alapvetően, ha én elégedett vagyok, akkor az már egy jó dolog. Persze bele lehet esni abba a hibába is, hogy senkinek a kritikáját nem fogadom el, és akkor azt gondolom, hogy én nagyon jó vagyok, akkor pedig az önhitség csapdájába fogok esni, hát ezt is kerülni kell. Elérkeztünk az utolsó ponthoz, a javításhoz, mert ez a legfontosabb és a legnehezebb dolog az életben is, és akár a festészetben is. Arról van szó, hogy kész van a festményem, magam elé rakom, és valamilyen kijelentéssel illeten, hogy hát ez nem jó, béna lett, nem valami jó, stb. De ez egy nagyon-nagyon nagy csapda. Általában olyanokat mondunk, hogy hát ez nem jó, meg béna, meg javíthatatlan, vagy ezt nem lehet kijavítani, de a festészetből tudjuk, hogy mindent ki lehet javítani. Így hát az életben is mindenfélét ki lehet javítani, csak ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember szembesül a hibáival. És ezt nem szeretnénk. A csapda mindig az, hogy inkább hagyom úgy, azt mondom, hogy hát jó van, ilyen lett, meg béna vagyok, mint hogy én azt mondanám, hogy hát itt még nagy lett az orra, ott meg kicsi a lába, és itt meg túl sötét. Az életben is ugyanez van, hát ott a sarokban még javítani kell, vagy ott a padlónál még rossz, vissza kell menni. Mindig lehet egy elrontott dologból még jobbat csinálni. Tegyük fel, hogy csinálsz egy süteményt, de nem jött fel a piskóta, és nem lett valami jó. Mit tudsz csinálni? Csinálsz belőle somlóit. Raksz rá egy kis csokikrémet, tejszínhabot, és a gyerekek imádni fogják. Amikor festészetet tanítok, mindig javítani tanítom az embereket, nem pedig festeni. Festeni mindenki tud, így kell festeni. Nem azt kell megtanítani, hogy hogy kell fogni az ecsetet, vagy hogy kell kinyomni a festéket, hanem hogyha szeretnék valamit létrehozni, és az nem olyan lett, ideig mindenki eljut, akkor mit kell csinálni? Tehát a legfontosabb az életben is, hogy megtanulunk javítani, korrigálni, kiegyensúlyozni,
mert ettől leszünk sikeresek. Ebben a videóban nem tudtam mindent elmondani, ez egy nagyon nagy téma. Hogyha nehézségeid vannak a céljaid megvalósításában, akkor gyere el az élő workshopomra, ahol érdekes élményalapú gyakorlatokkal és személyes tanácsokkal is tudlak téged segíteni abban, hogy minél sikeresebben megvalósítsd a céljaidat. Ha tetszett a videónk, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, kövessetek minket a Facebookon, az Instán és a TikTokon.